Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a Bontóból Kuposztó jubileumi kiadásában, amiben az egyéves évfordulóját ünnepli a csatorna. Köszönöm szépen az eddigi kitartó figyelmet, és remélem velem tartotok jövőre is, úgyhogy vágjunk bele, milyen autóval fogunk ma foglalkozni. Nem egy autónk lesz, mint az már a képből kiderülhetett, kettő darab, egész, nem azt mondom, hogy hasonló, de mind a kettő tartalmaz némi rozsdamentes acélt. Ugye az egyik az a DeLorean DMC 12, vagy DMC, a másik pedig a Tesla Cybertruck lesz. Ugye hát mind a kettő ilyen félig meddig elhagyatott állapotot képvisel, tehát mindegyiket le kell pucoljuk, és ki kell karosszériázni, hiába a rozsdamentes acél. Mind a kettőnek egész rossz állapotban van a karosszériája, illetve a DMC-nek még a futóműve is kicsit gatya. Építünk bele egy motort. Ugye a kettő között még a nagy különbség az, hogy ez egy V8-as turbofeltöltős motor lesz. Ebben ugye nyilván elektromos akkumulátorok és motor hajtja a gépjárművet. Hát elég szedett-vedett, tehát téglákon áll, erre volt pénz, úgyhogy tartsatok velem, és mindenképp iratkozzatok fenn, nagyon közel vagyunk már a célhoz, előre is köszönöm szépen, vágjunk bele! Na hát kihoztam a mosóba a Teslát, erre azért kőanyag, azért van felület rendesen, jó nagy dög, a belsőjét is ki szeretném tisztítani, mert tiszta por volt az összes ülés, meg minden, ami belül található. Be is visszük a garázsba, a kettes autóemelőre. Aztán itt van nekünk a vissza a jövőbe autónk. Ezt is illik lepucolni rendesen. Katasztrofális állapotok uralkodnak rajta. Illetve belül is kitisztítjuk. Hát vigyázunk a műszerekre, mert itt azért van bőven kábel. Nem próbáltuk meg elrejteni egyébként a kábeleket, nem baj. Jó van az úgy. Hát én azt mondom, hogy szedjük le róla a karosszéria elemeket, mert ez valószínű mindegyik igényel némi törődést. Hát itt nincs is rajta, ugye ez egy üvegszálas műanyag karosszéria, és ugye az arra vannak felerősítve ezek a... Ez elméletileg... azt a mindenit. Csomagtartó. Ez elméletileg a valóságban is így létezik. Szeretném beszélni róla a kereket, uram. Befújjuk WD-40-en, mert azzal könnyen lejön. Ugyebár... Ó, ez igen. Ugyanezek a felnik kerülnek vissza. Egy kicsit nagyobb átmérővel. Illetve új gumikkal. Uha. Elszaladt az egész. Jobban átnézve nagyon rossz állapotban van ez az autó, illetve ez a futómű is, úgyhogy próbáljuk meg valahogy, nem is tudom, így. What the fuck? Sikerült basszus. Oh, nice. Legközelebb is így kéne csinálni. Na, hát benne van minden, ami kell. Ki lett javítva a futómű, úgyhogy nincs más dolgunk, mint hogy szerezzünk rá egy kereket, illetve hogy hát lakatoljuk ki most már karosszériát, mert azért az szükséges. Ugye eltüntetjük róla a rozsdát, oké. Dezslát is megcsináljuk. Nagyon szép lett, uram, nagyon szép lett. Jó, gumizzuk fel. Folyik a nagy gumizás, centkírozás. Muszáj időre el kell készülnöm a felnikkel. Vigyák karácsot. Ha lehet, visszamegyünk a jövőbe. Jó, mindjárt elkészül az utolsó felni is, úgyhogy szerintem szereljük fel. Szereljük fel itt a dolgokat. Oké, mehet fel a felni.
Ugye nem azt a 14 szoros felnit raktam rá, vagy rakom rá, mint ami rajta volt, hanem egy 18-as kereket kap, ugyanabból a fajtájú felniből. Csak ez egy kicsit nagyobb, kicsit más a gumi is. Én kicsit retrósabb gumit választottam hozzá, direkt azért, hogy így passzoljon a stílhez. Jó, már csak egy kell. Tökéletes. Jó. Dobjuk fel rá a karosszéri elemeket. Nyilván milyen lenne más, ha nem. Ezt feszteni kell ezt az autót, uram. Ó, jobb oldali fényszóró. Bal első ajtó. Ó. Bal hátsó sárvédő. Azt hát írd le kommentbe, hogy mennyire tetszik. És ebből kéne nekünk ez. Ó. Hogy már működőképes legyen az autó, már csak menni kelljen vele vissza. Vagy előre. Magyarországet, jön, na mindegy. Karosszéri ablak, ide is ezeket az eszközöket rakjuk. Power coils on. Inkább ezt. Ez menőbb. Oké. Kéne bele azért ablak is. Hát azért a visszapillantó sárt, hogyha van. Bár nem nézünk hátra, csak előre. Oszta. Jó, hát egy némi festést igényel még, de ez kész is van, ugorjunk át a Teslára. Oké. Ugye ezen meg 24 szoros felnik lesznek. Ó, az egyik már fenn is van. Illetve itt a Teslánál is lesz egy kis csavar, mert ez se olyan szöggyári lesz. Na, meglátjátok, vicces dolgot terveztem rá. Nagyon jó, mehet fel a karosszéria. Karosszéria elemek. Ez az sötétített, egy fóliázott ablak. Nagyon jó. És akkor itt lehetne választani, de hát szerintem ez. Oké, bekapcsolt lámpa. Egy első szélvédő. De jó, itt nincs visszapillantó, látod? Mennyivel egyszerűbb? Nem kell rá felrakni? Jó, most nem felejtjük el a töltőnyílás fedő ajtót. És itt van. Na, ezt is írd le, mennyire tetszik. Ez itt hátul. Mindenféle kommentet várok a komment szekcióban. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy ez így meg is van. Várjál, csak egy hátsó ablakot azért még tegyünk rá, nehogy lemaradjon megint. Na hát, kész vannak a paripák. A Dilarint elvisszük festeni. Aztán kimegyünk velük a tesztpályára. Jó. Na hát, itt ezt a matt kaméleont fogom választani, mivel csak egy pár alkatrészt enged lefesteni. Úgyhogy megpróbálom összehangolni, talán ezzel így a legjobb, nem olyan feltűnő, hogy ugye elüt egy kicsit, úgyhogy így lesz. Aztán még megnézzük, mert ha jól emlékszem, a Cybertrucknak van matrica csomagja, úgyhogy ezt arra ránézünk. Hát sajnos a matrica az átverés volt, úgyhogy megkezdjük a teljesítménymérőseket, megmérjük mind a két autót, hogy mit tudott, vagy mit tud, mit értünk el vele. Kezdjük a Cybertruckkal. Jó hangos. Nekem. Gyárilag 771 és 766 volt az érték. Ez 1372-re változott, és 1089-re pontosan. Hát ez A440-et ért el. Hát mindegy. Nem tudom, az értékelés ez mit számít, vagy mire érti, de legyen. Hozzuk be a Dilorient. Itt van a másik kuncsaftunk. Ő 774 lóerőt és 954 Nm tudott.
Hát majd most meglátjuk, hogy mit tud. Kíváncsi vagyok rá. Ugye hát azért a turbós motort kicsit jobban lehet piszkálni. Tiltásig, bátya, tiltásig. 1509 és 1847. Szép számok, szép. Szép, hát ez már 922-t ért el. Jó, hát sajnos ennek nem találtam meg a motorvezérlőjét, úgyhogy ezt úgy nézzétek, hogy ez nem megírt motorvezérlővel történt ez a teljesítménymérés, hanem csak úgy, ahogy volt. Na hát leosztuk a DeLorean-t egy próbakörre, úgyhogy nem mondom, hogy a legjobb lesz, mert kezelhetetlen ez az autó. Azért hiába tettem rá slick gumikat, ez még mindig eszeveszett. Úgyhogy ilyen finoman fogunk a kanyaros részeken menni. Nagyon koncentrálós, mert hamar el lehetem dobni. Valószínűleg is fog történni. Ajaj. Itt egy tábla. Jó. Úristen. Hát nem egy versenyautós élmény. Na és most lehet csomagász nyomni neki. Egyébként közel 400-ra megy. 400-at képes menni az autó. Ha látod, egy kicsit máshogy adom a gázpecet, és már íha. Pedig ez egy jó egyenes szakasz lett volna neki. Hop. Eldobta a seggét. Jó. Ez még így jó. Szitál! Szitál, uram! Szitál! Jesus! Nem! Jó. Még körbe vagyunk. Jó. Még egy balos, és aztán a célegyenes. Menj már! Jó, hát 1.35. Na jó, hozzuk ki a Teslát, nézzük meg az mit megy. Ahogy ígértem, kihoztuk a Cybertruckot is. Most megyünk ezzel is egy kört. Ez már egy kicsit pofásabb, mert raktam erre is slick gumikat, illetve nagyobb felnit. Így sokkal kezelhetőbb azért, mint a DeLorean. Bár azért ez is szereti eldobni magát, de ezt még úgy lehet kezelni. Végsebességre nem lett a legjobb, ugye 198, attól függ, hogy milyen kedve van. De szerintem ez így is tökéletes. Nincs olyan sok hosszú egyenes. Inkább a kanyarokban kell, hát ja, azért megcsúszszan. Hát mondjuk ez pont egy hosszú egyenes, de hát nem baj. Talán a kezelhetősége miatt élvezhetőbb ez. Iha, hosszú lett az a féktáv. Jó. Nagyjából két kanyarra vagyunk a célegyenestől. Hát mondjuk az egyenes miatt azért ez jóval lassabb lesz talán. Jó. És mindjárt ráfordulunk a célegyenesre. Egy fél óra múlva. Oké. Okay. Ja nem, még itt előtte van ez a bal-jobb kanyar kombináció. Jaj. Még egy balos. Bedriftelünk a célegyenesbe. 1.38. Ez jobb lett, nem? Jobb lett? Na, hát ez igen. Fajn. El is érkeztünk a videó végéhez. Még egyszer szeretném megköszönni az egész évben kitartó figyelmet. És hogy ennyien feliratkoztatok, és hogy ennyien szeretitek ezt a sorozatot. Mondjátok meg kommentben, melyik tetszik a jobban. Nekem, én nem tudnék dönteni, megmondom őszintén. Bár hogyha jár hozzá a kod, akkor inkább a Cybertruckot választanám. Jó, hát ezen már nem cseréltem vissza az offroad gumikra.
mert szerintem ezzel a slickkel is elég barón néz ki. Úgyhogy, hát igen, szavazzatok, melyik lett a jobb. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!